Kedves nézőink, sok szeretettel köszöntöm vállalkozói sarok rovatunkban Marjai Gyulát, a BKIK Zuglói tagcsoportjának a vezetőjét. Nemrégiben volt a BKIK, a VOSZ és a NAV-nak közös szervezésében egy vállalkozói fórum. Mi volt ez tulajdonképpen? Mi volt ennek a fő témája? Hát olyan született, és olyan volt, ami még nem volt az elmúlt időszakban. Én is sok szeretettel köszöntöm Önt és a Zuglók TV minden kedves nézőjét. A vállalkozói érdekképviseletek a VOSZ KMRS-szel az élen, ehhez csatlakozott a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és a FIVOSZ is. Megkerestük a NAV Közép-Magyarországi Regionális Főigazgatóságát, főigazgatóasszonyt, hogy próbáljunk valami olyat adni a vállalkozóknak, egy olyan ügyfélbarát, adózóbarát fórumot, ami még nem volt. És innen jött az ötlet, és ő is felvetette, hogy nem sokára a következő néhány hétben, vagy lehet, hogy néhány napban elindul egy olyan ellenőrzési folyamat a NAV-tól, ami természetesen benne van, és már megtekinthető ugye az ellenőrzési irányelvekben, az éves munkatervben, hogy a humán szolgáltató szektort igen erőteljesen gorcső alá fogják venni. Magyarul komoly ellenőrzéseket fognak kapni a fodrászok, fényképészek, kozmetikusok, műkörmösök, egyéb szépségápolók, természetgyógyászok, és így tovább, tehát mondhatnám ezt a kört. Ez mit jelent tulajdonképpen egy-egy ilyen ellenőrzés, mivel jár, illetve miért kell erre fölkészíteni a vállalkozókat? Pontosan, de hát ez nagyon jó a kérdés. Nem tudják a vállalkozók, hogy mivel jár. Tehát nem csak azért, hogy most megvédjük a vállalkozót, hogy nehogy bírságot fizessen, ez is az egyik fő cél. A másik fő cél az adómorálnak a javítása. A harmadik meg valóban, tehát nem feltétlenül biztos, hogy szándékos adóelkerülőkről van szó, mert azért legyünk őszinték, a vállalkozók 95-98%-a nem szándékos adóelkerülő, hanem tisztességes adófizető polgár. Az a néhány százalék meg, hát az meg úgyis megkapja, reméljük, a méltó büntetését, hanem fölkészítsük ezeket a szolgáltatókat arra, hogy igenis, hogy kell nyugtát adni. Kell nyugtát adni. Ha a vevő kér számlát, számlát kell adni, legyen ott a nyugtatömb, legyen ott a számlatömb, legyen kiadva. Milyen anyagokat, eszközöket használ a tevékenységéhez, azoknak a számlái, beszerzési bizonylatai legyenek az üzletben, legalább másolatban. Ne azt mondja, hogy a könyvelőnél van, legyenek ott. Tehát készítsük föl, mert ezeket nem tudják a tisztelt vállalkozótársak. Lehet, hogy a könyvelő tudja, de a könyvelőnek nem ez a feladata, hogy erre készítse föl a vállalkozót, aki effektíve, mit tudom én, éppen műkörmöt készít, és bizony a APEC, lánykori nevén APEC, most már a NAV-nak a munkatársa, a revizora, szépen be fog menni, és inkognitóba be fog jelentkezni, hogy ő szeretne egy műkörmöt, ő szeretne egy új frizurát, és ha minden rendben van, nem is fogja tudni várhatóan a vállalkozó, hogy nála egy NAV-os revizor volt, de ha nincs rendben, bizony, akkor a próba vásárlás, próbaszolgáltatásnak a következményei az, hogy fölfedi magát az ellenőr, ezt követően jegyzőkönyvet írnak, és hát ha túlsúlyos a mulasztás, akkor bizony adóhiány, bírság következik a realizálási eljárásban. Ettől szeretnénk megmenteni a vállalkozókat, és nem utolsó sorban egy másik pozitív dolog, amit az előbb említettem, egy jobb, egy pozitív adózói morál irányába elvinne a vállalkozásokat, és majd meglátjuk, és én szerintem biztos, hogy ezen időszakban, amikor azt fogja mondani a NAV, hogy most aztán ellenőrzök, nem tudom hány hónapig ez legyen az ő titkuk, biztos, hogy az áfa bevételek, az egyéb vállalkozói bevételek meg fognak emelkedni, mert legalábbis én bizakodom a jogkövető vállalkozókba, hogy legalább ezen időszakban azt fogják mondani, igen, adok számlát, befizetem az adót határidőre, rendezem a köztartozásaimat, stb. Stb. Mi lett az eredménye ennek a fórumnak? Beváltotta a hozzáfűzött reményeket? Hát, hogy mi lesz az eredmény, azt meglátjuk néhány hét múlva, esetleg visszatérünk egy riport erejéig, de az ott lévő vállalkozók egyértelműen pozitíve fogadták
ezt a kezdeményezést, és hát azt mondták, hogy na erre kellenek az érdekképviseleti szervek, hogy ilyen rendezvényeket szervezzenek, és ilyen módon tájékoztassák a vállalkozókat. Kicsit más téma. Az utóbbi időben a bevallásokkal kapcsolatban több probléma is felmerült, az elektronikus bevallásod. Hogyan, miképpen, ez ügyben, mik a legutóbbi fejlemények? Hát igen, a jogszabályváltozások próbára teszik a NAV-ot is. A NAV próbára teszi a vállalkozókat, tehát ez egy ilyen elég hosszadalmas és egymásra épülő probléma. De tényleges problémák voltak, és igen sok telefont kaptam az elmúlt időszakban vállalkozóktól, könyvelőktől, hogy a úgynevezett 08-as bevallások még az utolsó napon is változnak, tehát maga az egész nyomtatvány formátum, a kitöltésnek a szabályai még az utolsó napon, 12-én reggelre is változtak, és hát azok a cégek, akik például ugye bérszoftverekkel foglalatoskodnak, egyszerűen képtelenek a változást átvezetni ennyi idő alatt, és kiküldeni ezeket a változásokat az egyes cégeknek, mert ugye a bérszoftver például ugye automatikusan kell, hogy generálja ezeket az úgynevezett 08-as, illetve szakképzési hozzájárulásról szóló bevallásokat. Képtelenség volt, nagyon-nagyon sok hibás bevallás ment be 12-én. Hát erre kaptunk egy olyan ígéretet, hogy ez jogszabályváltozás, meg hát belső, meg ilyen probléma, meg olyan probléma is, hát elnézést kértek több vállalkozótól is, és hát természetesen a hibás bevallásokat javítani kell. Nem szabad úgy hagyni, tehát erre felhívnám a figyelmet, tehát mindenki nézze meg, tehát elfogadó nyugtát kapott-e vissza a NAV-tól, és ha véletlenül hibás, okvetlenül javítsa, mert nem minősül beadott bevallásnak az, amelyik hibás. De hát egy olyan ígéretünk van, hogy talán az utolsó napokban, az utolsó héten ezt követően nem fogják változtatni ezeket a bevallási formátumokat, illetve bevallási nyomtatványokat. Mert ugye mi a lényeg, amit ugye idéntől nagyon fontos mindenkinek betartani, hogy csak az utolsó verzióval tudják beküldeni, tehát az utolsó élő verzió felhasználásával tudják beküldeni a könyvelők, vagy éppen aki erre jogosult, az ügyfélkapun keresztül a bevallást. A korábbi változatokkal nem fogadja be a NAV. Tehát ezért is okoz ez problémát. Megint más téma, az áfa visszaigénylésekkel kapcsolatban vannak még mindig problémák, illetve felmerült, hogy nagyon sok a jogosulatlan áfa visszaigénylő. Ezzel kapcsolatban mi a teendő most? Igen, még mindig milliárdos nagyságrend az, amit vállalkozók vagy vállalkozóknak nevezett valakik próbálnak jogosulatlanul visszakérni a NAV-on keresztül fiktív számlák, egyéb színlelt ügyletek alapján általános forgalmi adónemben. Na most ez egy olyan ellenőrzési gyakorlat irányába ment el, hogy sajnálatos módon azok a vállalkozók is, akik abszolút tisztességesek, és csak teszik a normális életvitelüket, és tényleg csak a szokásos tevékenységükhöz kapcsolódó általános forgalmi adót vallják be, illetve helyezik levonásba. Akinek ilyen formátumban is esetenként van, ugye nagyobb összegű, visszaigényelhető általános forgalmi adója, az természetesen úgynevezett kiutalás előtti ellenőrzésre be fogják hívni. Ugye ezt tudjuk, hogy a kiutalásra 75 napja van most már 70 napja van a NAV-nak, 45 nap abban az esetben, ha a vállalkozó kifizette a levonhatóság alá vont számláit, de ezen időszak alatt, ha behívják, bizony ugyanolyan komoly, kimerítő ellenőrzés alá vonják, mint hát azokat, akiket jogosan vonnak ilyen ellenőrzés alá, akik bizony arra spekulálnak, hogy valamilyen trükkös úton adóelkerüléssel jogtalanul akarnak áfát visszaszedni, mondhatom azt áfát csalni. Akik szabályosan csinálják, akkor mire figyeljenek, vagy mi az, amivel tudják igazolni, hogy igenis nekik ez az áfa visszajár? Nagyon fontos a kellő és alapos, pontos dokumentálás. Minden számlához legyenek meg a
eredeti szerződések, eredeti teljesítésigazolások, valós ügyletet igazoló dokumentáció, beruházásoknál, gépjárművásárlásnál a vonatkozó adásvételi szerződések, a tulajdonjogot igazoló olyan papírok, amelyek egyértelműen igazolják, hogy valós, megtörtént gazdasági eseményről van szó. Egy-egy esetleges export közösségen belüli kiszállítás esetén legyenek meg a számlát kísérő fuvarlevelek, menetlevelek, ne csak a CMR, nagyon kevés. Igazolni kell, hogy valóban ez az áruszolgáltatás elhagyta a Magyar Köztársaság területét, és mivel nincs már vámpöcsét, hogy a határon bélyegeznek a vámosok, olyan dokumentumokat kell beszerezni a saját érdekünkbe. Még egyszer mondom, tehát nem biztos, hogy a törvény taxatíve előírja, hogy minek kell meglenni, hanem ahhoz szerezzük be, és legyen egy olyan rendszerünk, hogy ezt így kezeljük folyamatosan, ahhoz szerezzük be ezeket a dokumentumokat, hogy egy ellenőrzés során minden kétséget kizáróan igazolni tudjuk, hogy igenis a szolgáltatás valósan megtörtént, az áru elkerült oda, ahova kell, és van áru, van szolgáltatás a számláink mögött. Ebben az esetben senkinek nem lehet semmi gondja. Köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba, és ellátott tanácsokkal bennünket, illetve a kerületünk vállalkozóit. Én is köszönöm a lehetőséget.